Nemrégiben a Magyar Zsidó Kultúráért díjat kapta Gárdos Péter filmrendező, dokumentum játékfilmrendező, és én most már azt is mondom, hogy író, sokáig ezt úgy kikérted magadnak, szia, köszönöm, hogy itt vagy. Sokáig kikérted magadnak, legalábbis az első könyvednél, a Hajnali Láznál egészen biztosan, de utána született még kettő könyv, ha jól igen. számolgattam. Három könyv után már lehet írónak mondani valakit. Miután ez a zsidó kultúrájé díj, itt a zsidóságról én mindenképp szeretnék valamit beszélni vagy kérdezni. Az első egy pofon története. Nem tudom, hogy itt elmondtad-e már, de hát mindig vannak új hallgatók, hogy hogyan tudja meg az ember, hogy zsidó. Volt egy kedves író vendégem, Telkes Margit, aki 70 éves korában, mert egy barátja felfedezte egy albumban az apja nevét. Te azért ezt más körülmények között tudtad meg. Igen, szervusz. Hát a helyzet az, hogy nálunk a családban ez nem volt kérdés, sokáig nem volt kérdés, és én korakamaszkor elején ébredtem rá arra, hogy egyáltalán van ilyen, a családban van ilyen, hogy mondjam, érintettség, hogy zsidó. A történet nagyon röviden annyi, hogy én a Hernád utcai általános iskolában jártam, ahol volt egy fiú az osztályban, a nevét nem szívesen mondanám, mert szerintem, hát én tudom, hogy él is még, és nem akarom ilyen helyzetbe hozni. A lényeg az, hogy tudtuk róla, hogy ő zsidó, valamilyen oknál fogva, nem is emlékszem rá, hogy miért, és még ráadásul nyúlszájjal született, úgyhogy rendkívül alkalmas volt arra, hogy ezek a kegyetlen fiatal gyerekek, ezek megkínozzák. És hát ebben a csapatban, akik a kínzók között voltak, én is benne voltam, és minden együtt egyfelé laktunk, többen jártunk hazafele a Hernád utcában, ezért mikor elváltunk a Hernád és Peterdi sarkán, akkor négy fele mentünk, akkor ezt a fiút azt alaposan meggyepáltuk. Azért, mert zsidó? Valószínűleg azért, nagyon nehéz ezt már rekonstruálni. Egyrészt zsidóztunk is, másrészt pedig hát ő volt az, aki más volt. A másságért nem szerettük, vagy másságért büntettük szegényt. És az apám, mi az első emeleten laktunk a Hernád 54-be, és kinézve egyszer az ablakon, pont arra a sarokra nézett ki az ablak, észrevette ezt, és amikor hazaértem, akkor megkérdezte, hogy te, azt mondja, miért bántjátok azt a szegény fiút? És én a magabiztosságom és az eltökéltségem 1000%-os tudatába persze rávágtam, hogy hát hogy miért, azért, mert zsidó. És az apám, aki soha életében nem ütött meg, nem vert meg, nem bántott, tényleg nem emlékszem rá, hogy valaha megütött volna, akkor viszont arra emlékszem, hogy adott egy irdatlan nagy pofont. Olyannyira nagy pofon volt, hogy egy hosszú, keskeny előszobánk volt, és sötét előszobánk, neki zuhantam a beépített szekrénynek, földre estem, és annyira meglepődtem, hogy sírni nem elfelejtettem, de igazából fel sem nagyon háborodtam, mert annyira meglepő volt, hanem azt kérdeztem a földön ülve, felnézve rá, hogy ezt miért kaptam. És az apám, aki mondom, az agresszivitás és az apám között egy holdnyi távolság volt, hosszan nézett rám, nem válaszolt egy ideig, majd aztán nagyon csöndesen azt mondta, hogy azért, mert te is zsidó vagy. Megfordult, bement a szobába, és én ott maradtam a földön ülve, egy világ omlott össze bennem, 11 éves lehettem, 10-11 éves lehettem, és utána az ember egy pillanatot átkerül egy másik bugyorba, hirtelen rájöttem arra, hogy fel is nőttem, hogy egyrészt hát amit elkövettem, az enyhén szólva túlmegy a normalitás keretein, de másrésztről pedig nagyon könnyű üldözöttnek, vagy bántottnak, vagy megvetetnek lenni, és egyetlen mozdulat, egyetlen mondat, egyetlen helyzet megváltozása elég ahhoz, hogy átkerülj egyik oldalra, a győztesek oldaláról a vesztesek oldalára. Valószínűleg ez a pofon, ez megváltoztatta gondolom az egész életemet, de azt mindenképpen, hogy én soha életben attól kezdve nem tudtam kezet emelni senkire. Tehát máig elmondhatom, most már elmúltam 70, hogy és nem gyávaságból, hogy ezt a
ezt a dolgot, ezt kiiktattam az életemből. És hogy alakult ezzel az osztálytársaddal a viszonyatok a továbbiakban? Nagyon érdekes, hogy jobban lettünk egész a 8. végéig, akkor együtt egy osztályban jártunk, és ettől kezdve kázi egy ilyen kiépült egy barátság köztünk, anélkül, hogy erről beszéltünk volna, én neki soha nem mondtam ezt el. Természetesen soha nem ütöttem meg, és igyekeztem a dolgot, amikor valaki bántani akarta, akkor igyekeztem tompítani ezt az ügyet, de annyira azért nem voltam bátor, hogy ezt tisztázzam. És hogyan alakult benned a zsidóságod? Nézd, miután nálunk nem volt a családban ez téma, és azt kell, hogy mondjam, hogy még ezután sem. Tehát tudtam, hogy akkor ez egy tabu dolog, amelyről nem igazán beszélnek szívesen a szüleim. Nyilvánvaló ez a pofon, ez fellebbentette a fájtlat, vagy hogy mondjam, elhúzta a függönyt egy titok elől, de azt, hogy például a szüleim hogyan ismerkedtek meg, ezt én anekdóta szinten ismertem, tehát tudtam, hogy ők Svédországban ismerkedtek meg egy kórházba, de el kellett tennie 50 évnek, és az apámnak meg kellett ahhoz halnia, hogy igazából kiderüljön az a dolog, hogy ők tulajdonképpen Bergen-Belsen után egy koncentrációs tábor rémsége után kerültek egy svédországi rehabilitációs kórházba, egymint egymástól jó távol, és egy levelezés útján ismerkedtek meg. Tehát tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy bennem ez a zsidó dolog, ez ott lappangott, mint egy tudott dolog, de igazából nem foglalkoztam vele. Olyannyira nem, hogy az első filmünknél, ami 1984-ben csináltunk az Uramistennél, amikor először, ami az első olyan dolog, ahol én kvázi egy zsidó dolgot beemeltem egy filmbe, az teljesen véletlenül született. Ugye a történet maga az nagyon egyszerű, az arról szól, hogy egy párbaj történet, hogy két artista hogyan kerül egymással igazából egy nagyon furcsa viszonyba. Egy fiatal artista, akinek eltörik a lába, bekopog egy öreghez, aki egy legenda, a nemzeti szállóban lakik már régóta, és meg szeretné tőle venni a világhírű számát, amely jégbe zárt ember titka tulajdonképpen. És a öreg nem adja, és a fiatal mindenfajta eszközt felhasznál, hogy megszerezze, és készült a forgatókönyvnek X változata, és már egész közel voltunk a forgatáshoz, és éreztem, hogy valami nem stimmel. A fiatal artista egy ponton elrabolja ezt az öreg illúzionistát, bezárja egy pincébe, és úgy éreztük, hogy itt hiányzik egy olyan dolog, amitől egyszer csak hirtelen ez az öreg megnyílik. És váratlanul eszünkbe jutott egy fantasztikus megoldás, hogy mi lenne, mondtuk egymástak, Vasváth Andris barátomat írtuk a könyvet, hogyha ez a öreg illúzionista zsidó lenne. És az a fiatal rendezen neki egy széderestét. És ez annyira megtetszett nekünk, meg kell mondjam, hogy hát egy asszimilálódni akaró családban nőttem fel, amelyben mondom, nem voltak zsidó szertartásról semmilyen emlékeim. Azt se tudtad, mit kell csinálni. Olyannyira, hogy kellett egy rabbi szakértőt hívnunk a széderhez, aki nagyon létezően elmagyarázta nekem, hogy kell egy ilyen dolgot csinálni. És miután azt mondta, hogy figyelj, általában ez gyerekeknek szoktak csinálni, akkor beírtuk a forgatókönyv dialog részébe, hogy azt mondja fel, aki Kamilla az öreg artistát játszotta, hogy figyelj, ez gyerekeknek szokták csinálni, és erre a Szamulca, aki a fiatalt játszotta, azt válaszolja, hogy tudom. Tehát még ez is utólag került be, és így kerültem én, hogy mondjam, közel a zsidó filmhez 1984-ben. Arra jól emlékszem, hogy tulajdonképpen Feleki Kamillt erre a filmre tudtátok visszacsalni, mert igen, akkor már ő visszavonult egy kicsit? Abszolút, nem kicsit. Nagyon? Hát, gyakorlatilag bezárkozott a Pasarirti villájába, megsértődött, és csak úgy lehetett elérni, hogy nagyon a legszűke baráti körének, hogy felhívták telefonon, hármat csörgettek, letették a telefont, és újból felhívták. Azokat a telefonokat vette csak föl. És máig azt gondolom, hogy én a Kamillnak nagyon-nagyon sok mindent köszönhetek, és tulajdonképpen a pályán beindulását is neki köszönhetem, mert ha akkor nem sikerül őt rábeszélnem erre a filmre, és nem vállalja el ezt a főszerepet, akkor én ma nem ülök itt veled szemben. És miért vállalta el? Mi volt a hívószó neki? Ez is elmeséltem a történetet, nagyon gyorsan elmondom. Az történt, hogy egy barátjától megszereztük ezt a kódot. Három csörgés letenni, újból hívni. És felhívtam őt telefonon
ezzel a három csörgéses módszerrel felvette, és azt mondtam, hogy egy fiatal, hát akkor már 30 éves voltam, fiatalnak mondott filmrendező vagyok, aki játékfilm, első játékfilmet szeretné csinálni, írt egy forgatókönyvet, rá gondoltam, sőt ráírtam a könyvet, tódítottam egy kissé, megtennie, hogy elolvassa. És nagyon mogorva volt, és mondta, hogy itt és itt lakik, dobjam be a postaládába, és hívjam fel egy hét múlva. És egy hét múlva felhívtam, és akkor azt mondta, hogy jó az, hogy jöjjön ki hozzám, ismerkedjünk meg. Egy téli nap volt, becsöngettem hozzá, egy pasaréti villában lakott, amin nagyon hosszú kertes része volt, át kellett vágni egy ilyen csúszós úton. Délután 5 órakor ott állt az ajtóban, pizsamában és egy gáspár hajlekötővel, mondom, de utána 5 óra, akkor, és kiabált ki a kertkapóhoz, hogy jöjjön be, és bementem, és nem engedett be, mert sem mutatkozott, semmit nem is köszönt. Azt mondta, hogy arra vagyok kíváncsi, hogy a Binder Lipótnak, így hívták a filmbeli főszereplőt, a Binder Lipótnak milyen alsógatyája van. És akkor én, aki hát előbb nagyon fel voltam készülve, erre nem, erre a kérdésre nem, de és nem is hiszem, hogy én igazán, hogy mondjam, képes vagyok arra, hogy ilyen helyzetekben nagyon... Igen, azonnal tudjak egy helyes... De akkor valamilyen oknál fogva nyilván a sors is segített ebben. Sikerült egy viszonylag jó választ kipréselnem magamból. Azt mondtam neki, hogy én azt gondolom, hogy ez egy sejem alsónadrág legalább térdig ér, és hát pisifoltok vannak ott előle. És akkor elmosolyodott, és azt mondta, hogy vállalom, és bemutatkozott fel neki Kamil. Így kerültem én a Kamilhoz közel. Nagyon jóba lettünk aztán, nagyon híres vacsorákra hívott meg minket, ahol máig ilyet nem tapasztaltam. Volt nála egy bejárónő, aki minden héten kisütött egy libamájat, imádta a libamájat, és hozzá sült krumplikat is. Kitette az asztalra a libamájat, a sült krumplit, és mondta, hogy szereteljetek magatoknak. És mesélte az elképesztőnél elképesztőbb történeteit. Hát ez egy nagy iskolák. De akkor, ha már az Uram Istent kezdted, akkor én tovább megyek a Szamárköhögésre, a másik óriási nagy filmedre, hogy engedték azt akkor, hogy az 56-ot így becsempészt a filmbe, illetve a Nagy Imre beszéde is bekerült, hogy ez akkor senkinek nem tűnt fel? Hát olyannyira feltűnt, hogy amikor megvolt az elfogadás, akkor az volt a módszer, hogy lent a filmgyár nagyvetítőjében megnéztük a filmeket, megnézte a minisztérium a filmeket, egyébként a stúdióvezetők is, aztán felvonultunk a stúdióba, és megbeszéltük a mozit, és akkor az akkori minisztériumi főtisztviselő, akinek szintén nem szívesen mondanám most a nevét, az dühötten elvonulta a film első bemutatása után, majd kaptam egy telefont, hogy másnap reggel 7 órára jelenjek meg a minisztériumban, mert beszélni akar velem. Senki nem volt még az épületben, felmentem a szobájába, ott ült, és következőt mondta, hogy amennyiben azt akarod, hogy ez a film kijöjjön a moziba, akkor két dolgot azonnal vágják ki belőle. Az egyik dolog, az eltad említett Nagy Imre beszél, mert ugye egy ponton a pincébe elhangzik, hallgatják a Nagy Imrenek azt a híres november 4-i szózatát, amikor azt mondja, hogy csapataink harcban állnak. És a másik pedig az, hogy itt az színész, aki a Dini játszott, az Üllaki Dini, nevű tanár, vagy de tanár, akit a Üllaki Dini játszott, azt mondja a végén, hogy azért, mert most volt a második magyar forradalom, azért még meg kell csinálni a matek leckét. Ezt ugye decemberben mondja, miután ismét elindul az iskola. És hát azt mondta, hogy hát miről beszélünk? Azt mondja, hát az ellenforradalom volt. Még egyszer mondom, az évszámot 84. Igen. És akkor hosszan gondolkoztam, két hétig, többször ben voltam nála, mindig próbáltam valamilyen különböző alapokat kicsikarni, de végül nem lehetett. Ugye ezt a kettőt kivágtuk, a felkelés szót használtuk, amit hajlandó volt elfogadni, és a Nagy Imre beszéd helyett pedig felvettük egy színésszel. A Nagy Imre pontos szövegét, de Nagy Imre hangja nem hangozhatott el. De tulajdonképpen a beszéde benne volt. A beszéde benne maradt, igen. 30 éves voltál, amikor első filmes rendező, 60 éves voltál, amikor első kötetes ifjú író lettél, tehát tulajdonképpen mindent későn csináltál. Későn érő típus vagy. Hozzáteszem neked, hogy ez valószínűleg azért van, mert bizonyos idő után megvonok dolgokat, tehát azt hiszem, hogy ez pontosan úgy jött jól ki, ahogy a sors végül is elrendelte, hogy valószínűleg, hogyha nagyon korán kezdtem volna
film, játékfilmhez jutni. Igen, előtte akkor... híradóztál, tehát azt nem mondtuk, igen. Híradóztam, és dokumentumfilmeket csináltam. Éppen annyi időt kaptam az, a sorstól, remélem még azért megrendezhetek játékfilmet, hogy ne unjam meg a játékfilmet. És a regénynél ugyanez a helyzet, hogy belekóstoltam valami egészen más foglalkozásba, és azt kell, hogy mondjam, hogy iszonyatos örömet okoz. És most még nem unod az írást? Messze nem. Hány 36 országban jelent meg a Hajnali Láz? A Hajnali Láz 36. Még ezt nem tudod túlszárnyalni már egy könyvvel. Miért mondod ezt? Azzal nagyon beletaláltál. Azzal nincs még egy ilyen történet szerintem a te életedben. Hát én most nagyon hiszek benne, hogy talán van. Nem sokára megjelenik a negyedik regényem is, ez a Semmelweisről szól. És azt gondolom, hogy ez szintén beletalál valamibe. Nézd, a Semmelweis ugye az egész világon ismert személy. De ebből filmet is akartál, nem? Filmet is akartam, az nem sikerült, de most még abban is hiszek, hogy az a történet se zárult le teljesen. Az a helyzet, hogy a Semmelweis narratíva, ami Magyarországon ma van, az én szerintem nem elég pontos, vagy hogy mondjam, én azt gondolom, hogy ez kiegészítésre szorul, és a regény megpróbál egy másfajta narratívával közeledni az egész Semmelweis életműhöz. Ha egy mondatban össze kéne foglalnom, akkor azt mondom, hogy egy olyan elképesztően tehetséges ember életéről van szó, aki gyakorlatilag megfojt az irigység, a féltékenység és a kiszerűség. Olyannyira megfojt, és ez a magyar orvostársadalom és a család bűne is, hogy végül úgy végzi a legszörnyűbb módon, hogy agyonverik egy Bécs melletti elmegyógyintézetben. És ennek az én hozzá közelítésemnek, vagy az én narratívámnak ez a dolog áll a közepében. Ez nagyon izgalmas lehet. Visszatérek a beszélgetésünk elejére, a pofonhoz, illetve a tovább megyek, hogy van egy politikusunk, és itt a tanácsodat kérem, akinek az elmúlt jóval korábban, de nagyon-nagyon randa antiszemita kijelentései voltak a különböző megmozdulásokon, aki utána szembesült a zsidóságával, és most a zsidó lett, és zsidó közösségeknek dolgozik. Én nem tudom megbocsátani neki. Nem tudom megbocsátani. Nem tudom, hogy te hogy látod, hogy valóban aki, de ez már felnőtt ember, tehát nem 14 éves. Igen, világos. Hogy van, hogy az ember 180 fokos fordulatot vesz, és... Azért érdekes az én történetem a papámmal, mert az ember automatikusan, vagy hogy mondjam, reflexzerűen beáll a kórusba. Tehát hajlamos arra, hogy úgy gondolkodjon, mint a tömeg. És azt, hogy valaki más színű, vagy más vallású, az nagyon-nagyon könnyű kiközösíteni, reflexből. Tehát azt szajkózom, ahova tartozom? Igen, és ha olyan családban nőttél fel, vagy olyan közegben kapod az első információkat az életről, akkor nagyon könnyű egész másképp. Hát ha nem politikus lenne, el is hinném. Csak az a baj, hogy a politikában nem hiszek, mert ott azért úgy tekerik, kavarják a kártyát, hogy az érdekeik. Van egy nagyon érdekes sorozat, amit csináltam a YouTube-nak egyébként, az a cím, hogy Zsidó mesék, és ebben olyan emberekkel csináltunk interjút, 3 perces mesékről vannak szó, akinek valamilyen köze van a zsidósághoz, valamilyen történetet el tud mesélni a zsidókról, és volt ott egy lány, aki elmeséli azt a történetet, hogy nagyon sokáig azt hitte, hogy a zsidóknál nincs, hogy ellenszenvesebb és utánivalóbb társaság a világon, mert a családjában a papa mindig azt mondta, amikor megjöttek a bemondók, vagy különböző színészek, így azt mondta, na, ez is egy zsidó, és nem nevetett. Hát ezt hittek szabon zsidózásnak, nem, hogy meg a zsidó kereskedő. És akkor neki lett egyszer egy barátnője, akiről kiderül, aki testi-lelki jó barátnője lett, és a zsidó volt, és szép lassan átment a másik oldalra, és azt mondja, és akkor persze ponton összeveszett a szüleivel is, hogy azt mondja, olyan természetességgel élt abban a családban, és olyan természetességgel zsidózott, szalonzsidózott, hogy te mondod, egész odáig, egész 17 éves koráig, és akkor hirtelen kapott egy pofont, tehát a pofon az a barátnőség volt. Én ugye az apámtól kaptam. Tehát azt hiszem, hogy nagyon, nagyon, nagyon könnyű gyűlölni, irigykedni, utálni más embereket azért, mert nem olyanok, mint mi, vagy pedig azért, mert úgy gondoljuk, hogy valami módon
tönkreteszi ami karriervágyunkat, vagy ami tehetségünket. Én azt hiszem, hogy a politikus, persze hát politikus az egy szintén egy szakma, nem tudok szakma, hogy mennyire őszinte a pálfordulás, azt fene tudja, ez nyilván el kell dönteni az illető, nem tudom, kiről beszéltél most. Nem akartam nevesíteni, hogy teszem mindegy persze, is. Persze. Még egy búcsú kérdés és egy rövid válasz, hogy édesapád megint csak a pofon, és miután visszatértek a koncentrációs táborból, és belecsöppent az új világba, tartotta a zsidóságát? Nem. Asszimilálódni akartunk, egészen addig, ameddig szegény öcsém nagyon beteg nem lett, és az öcsém betegségekor hirtelen felerősödött benne a valamihez tartozáshoz való vágy, a zsidóság iránti vágy, és úgy gondolta, hogy valószínűleg ez egy transzcendens dolog volt nála, hogy ha megtartja a zsidó ünnepeket, akkor már 40 éves volt, akkor valamilyen módon Isten megbocsájt, és valahogy ismét meggyógyulhat, akkor hirtelen elkezdtünk zsidó ünnepeket megtartani hagyományos módon. Ismerkedtünk a zsidó vallással, és ez olyan furcsa volt, olyan különös volt. Az apám hirtelen feltett magára egy kapedlit, és zsidó lett. És hány életet élt az apád, te jóságos engem. Isten, mert ráadásul külpolitikai újságíró volt. Ami aztán nem az ő élete volt, nem. Ott is egy másik ember életét élte. Abszolút, és hát nagyon, ugye hát egy baloldali emberként, fiatal emberként, mint annyi-annyi más a 30-as évek végén, nagyon hitt abban, hogy ez egy megváltó vallás a baloldaliság. Teljes őszintén és teljes szívvel. És aztán természetesen jöttek a csalódások, és hogy visszatalált élete alkonyán a zsidósághoz, ezt én a sors különös kegyelmének gondolom. Édesanyád ott volt még a Hajnali Láz bemutatóján. Olyannyira hogy van? Ott van, hogy remekül 96. évében van, fantasztikus állapotban van, hála Istennek, ma éppen olyanban, mint amikor ott volt a bemutató. A bemutatón ott találkoztunk. Nagyon szépen köszönöm Gárdos Péternek, hogy itt volt, gratulálok a díjathoz. Köszönöm szépen.